Kisállattemetőt létesítenének Kolozsváron a Gorbóvölgye Szent János út környékén. Vegyesek a reakciók a kezdeményezéssel kapcsolatban. Sokan támogatják a tervet, mások viszont úgy vélik, lennének ennél fontosabb projektek. Külföldi mintára kisállattemetőt létesítene a kolozsvári önkormányzat. Ulla Emese, a város alpolgármestere elmondta, nagyon sok erre vonatkozó kérés érkezett a lakosoktól, nagy igény mutatkozik egy hasonló létesítményre. Nagyon sok kéréssel keresték meg az önkormányzatot, amelynek a célja pont egy állattemető létesítése volt, vagy kisállattemető. Hónapok óta keressük a megfelelő helyszínt, több variáns is felmerült, most úgy néz ki, hogy Felek környékén, a Szent János út térségében találtuk meg a megfelelő helyszínt arra, hogy egy ilyen jellegű temetőt létesítsünk. Hozzátette, ebben a hónapban fogadják el a költségvetést, amely ennek a kezdeményezésnek a költségeit is tartalmazza, ezt követően tudják ténylegesen elindítani a folyamatot. A hírt Emil Bock polgármester is közölte közösségi média oldalán, a vízhang vegyesnek mutatkozik. Az elöljáró úgy fogalmazott, egy város civilizáltsági foka abban is megnyilvánul, hogy mekkora tiszteletet tanúsít a házi kedvencként tartott állatok iránt. Ezt többen támogatták, a kezdeményezést pozitívan fogadták. Mások viszont megkérdőjelezik egy hasonló sírkert szükségességét, azzal érvelve, hogy az emberek problémáit, igényeit kéne elsősorban figyelembe venni. A kolozsvári temetők ugyanis meglehetősen telítettek, nagy szükség lenne újabb temetkezési helyek kialakítására.